Sziasztok, ez most egy olyan videó lesz, amiben szeretném nektek megmutatni a szobámat. Nem. Ehelyett inkább szemezgetek azok közül a kérdések közül, amelyek kimaradtak az előző videóból. Bár ha jobban belegondolok, már így is tök sikeres ez a csatorna, ugyanis még lényegében nincsen rajta tartalom, de már több mint 160-an feliratkoztatok. Ez az! Ti vagytok a legjobbak, az alapító atyák, meg persze alapító anyák. Na de vágjunk bele a kérdésekbe, a rendszer ugyanaz lesz, mint a múltkor, a random.org véletlen számgenerátorát használtam ahhoz, hogy kérdéseket sorsoljak. Mi áll a karriere csúcsán? Én a karrierre nem úgy tekintek, mint valami megmászandó hegyre, aminek fel kell jutni a tetejére, mert ha fenn vagyok, akkor szétnézek, és oké, hú, de jó nekem. Hú, de jó nekem! Hát nem ilyen. A karrier szerintem inkább egy terület, amit szeretnék egyre jobban feltérképezni, bebarangolni, új meg új szemszögből megvilágítani, felfedezni, szóval értitek, valami ilyesmi. Van valami érdekes kísérletgyűjtemény, könyv, vagy mindig máshonnan nézel, vagy találod ki a kísérleteket? Ezeket a kísérleteket te találod ki, vagy szeded egy oldalról? Azokat a jelenségeket, amiket a szertáron bemutatok, azokat nyilván nem én találom ki, mert azok eleve léteznek. Ahhoz pedig buta vagyok, mint a tök, hogy felfedezzek ilyeneket. Tehát azok a demonstrációk, amiket láthatok, azok alapvetően két forrásból származnak. Az egyik, hogy látok valahol egy kísérletet, és nagyon megtetszik. Ez lehet a neten, lehet könyvekben, lehet tévében, vagy akár egy élő előadáson is. Aztán pedig elgondolkodom azon, hogy hogyan tudnám ezt nektek interpretálni. A második megközelítés, ami talán gyakoribb is, az, hogy látok egy jelenséget, vagy valamit, amiről eszembe jut egy jelenség, aztán ennek megpróbálok utána járni, hogy mi lehet mögötte, a források pedig itt is ugyanazok, internet vagy a könyvek. Aztán persze az is lehet, hogy megkérdezek valakit, aki járatos abban a témában, aztán vagy hümmög rajta és elmondja, hogy miről van szó, vagy pedig javasolja, hogy hol nézzek utána. Te nézed a középsülit? Amikor először olvastam ezt a kérdést, akkor gyanítottam, hogy nem egy középiskoláról van szó, úgyhogy utána néztem. Nem, és nem is fogom. Hiszel valamilyen formájú Istenben? Nem, ateista vagyok. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne fogadnám el, hogy valaki más hisz valamilyen transzcendens létezésében. Én egy szekuláris neveltetést kaptam, másnak nyilván mások alakították a világképét, és ez szerintem teljesen jól van így, el is fogadom. Nem próbálok senkit győzködni arról, hogy nincs Isten, és azt is nyugodt béketűréssel viselem, amikor valaki megpróbál meggyőzni a saját igazáról. Már csak azért is, mert alapjában véve érdekelnek a vallási kérdések, de általában úgy tekintek rájuk, mint valami kulturális dologra. Ha megeszünk 3 sütit és 2 tábla csokit, megiszunk 3 liter tejet, akkor mennyi petárdát és tűzijátékot tudunk meggyújtani szilveszterkor este 23 óra 59 perckor? Igazság szerint nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez beugratós kérdése, de egyszerűen nem jövök rá. Úgyhogy inkább nem válaszolok rá semmit, mert nem akarok beégni. Amúgy mi a válasz? Mennyi idős vagy? Pár nap múlva 36. Szoktál tűzijátékot venni szilveszterkor? Venni? Na jó, viccet félretéve nem tűzijátékozom, nem petárdázom, elég keveset durrangatok, mert hogy kumisz hülyére félné magát. Legyen mára ennyi kérdés. Ja, és bemondom Fodor Balázs nevét, mert Facebookon kérdezte, hogy bemondom-e. Igen. Ebben a videóban ti határoztátok meg, hogy miről legyen szó, a következőben viszont magamhoz ragadom a téma meghatározást. Ja, és még valami, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel. Egyébként ezen a csatornán bevezetek egy új szabályt, itt nem csak ti értékelhettek engem, hanem én is titeket. Azok a kommentek, amelyek tetszettek, azok kapnak tőlem 1 pontot. Az a komment pedig, amelyik a legtöbb szavazatot kapja a többiektől, az kapásból 3-at kap. Gyűjtsetek össze minél többet, sziasztok!